készültünk, ugye nyertünk a Vidi ellen, ők viszont ugye Kecskeméten x-eltek, úgyhogy biztos volt ez a forró hangulat, lüktető játék. Erre is készültünk. Belülről annyira nem volt érzés, mert arra sokat kellett futni, meg ugye sok párharc volt, de azt gondolom, hogy az x-hez azt gondolom reális. Hogy érzed most a csapatot? Már két fordulót eltelt, még hosszú idő nem. Robival dolgoztok együtt, mivel másabb az ő szemlélete, mint az előző mesternek. Hogy érzed most a közeget? Igazából teljesen más, tehát össze se lehet hasonlítani. Ugye egy stabil védekezésből indulunk ki a Robinál, ugye a Gyurinál az egy kicsit másabb volt, ugye ott más játékot játszottunk. Igazából amit kér, azt csinálgatjuk, szerintem jól is nézzünk ki. Reméljük, hogy ez pontokban is meg fog mutatkozni. Helyezés szempontjából, vagy a bajnokságot nézve, akkor hogy gondoljátok, hova lehet belőni majd a Paksnak az erejét nagyjából, mit gondolsz? Hát ez nehéz kérdés, ugye tavaly azért megjött az étvágy, tehát hazudnék, azt mondanám, hogy nem ugye ez a Magyar Kupa dönt, illetve hogy az utolsó három forduló buktuk el az Európa Ligát, illetve az EK-t, rosszul esett nagyon, úgyhogy reméljük, hogy és bizakodunk, hogy hasonlóan jó eredményt érünk el, mint tavaly. Az elmúlt években mindig Paksi volt a gólkirály. Megmarad ez a sor minta, és hogyha igen, akkor ki tippelnél, ki lesz a csapatból, aki a legeredményesebb lesz, és megnyeri az egészet? Hát nagyon remélem. Hát a mi csatánk persze, hogy a Barni. Úgyhogy remélem, hogy a Barni lesz a gólkirály. Végén még a meccs végével kapcsolatban kérdeznélek, ez a kis lögdösödés, kis mi egymás. Hogy láttad, mi volt bent, mi történt? Hát ott annyi minden történt, nagyon nem láttam. Mindenki próbálta saját igazát érvényjuttatni, úgyhogy hát ez vele járt. Még egyszer mondom, tehát ez egy felfokozott hangulatú mérkőzés volt, kár volt érte, de azt gondolom, hogy nem volt olyan csúnya dolog, ami esetleg eltiltást érne, úgyhogy sajnos ez benne volt a pakliban, azért időzített bomba volt itt egész mérkőzésen, de reméljük, hogy nem lesz ennek utózöngéje. Köszönjük szépen. Na, most még egy tabellát nézegeted, azért most holnap estig mindenképp, vagy délután. Ez így. Na, tök jó, maradjon ez így a legvégéig, reméljük így lesz.